Gratulálunk a győzelemhez. Mennyire volt nehéz ez a találkozó? Hát elég csak a második félidőre gondolni, itt amennyit küzdöttünk a végén. A végére ugye nagyon nehéz mérkőzés lett. Lett volna lehetőségünk eldönteni itt a három pont sorsát végleg az utolsó percekben, mert a végén már rengeteg lehetőségünk volt kontrázni. Sajnos ez nem történt meg, de így egy kiélezett győzelem lett. Jelenleg a negyedik helyen áll a Kisvárda. Picit már előre gondoltok arra, hogy mi lehet, ha a nemzetközi porondon kell majd bemutatkozni? Igen, ugye a múltkori mérkőzésen szerzett győzelmünkkel eldőlt, hogy ugye sikerült bennmaradni. Úgyhogy innentől tervünk volt, hogy szeretnénk minél feljebb végezni a tabellán nyilván, esetleg ha úgy adódik, akkor Európa Ligát érő helyen. Milyen volt a csapat védekezése? Mert ezúttal sem kaptatok gólt. Igen, szerintem ez nagyon jól működik, főleg itt az elmúlt időben. Úgyhogy a védekezésünk az nagyon jól megvan szervezve, ugye látszik, hogy nem nagyon tudják feltörni a csapatok, úgyhogy a támadásokon szeretném még jobban csiszolni, és akkor még simábbak lehetnek ezek a mérkőzések. Köszönöm. Több helyzete volt az MTK-nak az első fél időben, mégis vereség lett a vége. Mi ennek az oka? Hát nagyon egyszerű, egy góllal többet szerzett a Kisvárda. Nyilván igazából magunkat okolhatjuk talán, hiszen az első fél időben megvoltak a helyzeteink, amiket nem tudtunk értékesíteni. Ezek mellett sokszor kapkodóan játszottunk, túlságosan erőltettük a középre passzokat, amire Kisvárda várt, és ezekből párszor megkontráztak minket, de olyan óriási helyzeteik nem tudtak kialakítani. Hát a második fél pedig valahogy ugye elfogyott ott a kapu előtt a gondolatok. Nem sikerült ugye feltörni a Kisvárda masszív védekezését. Hát sajnálom, mert én úgy érzem, az első fél alapján úgy éreztem, hogy azért ezt a mérkőzést meg lehetett volna fordítani. Ezt megelőzően 2019 májusában voltál kezdő. Meglepődtél, amikor Mihály Boris közölte veled, hogy ott leszel a csapatban? Hát nem azt, hogy meglepődtem, nyilván örültem neki, nagyon készültem a mérkőzésre, hogy segítsek a csapatnak, hiszen végre azért vagyok itt. Igyekeztem a tőlem tehető legtöbbet hozni, hát sajnos nem alakult ki egy jó játék részemről se, ugyanúgy nem ment kifejezetten jól a játék, bár nyilván utóbbi időben azért kevesebbet játszottam. De amúgy hogy bírtad? 58 már percet kaptál. Hát az igen, éreztem magamon, hogy azért rég nem töltöttem ennyit a pályán. Nyilván úgy érzem, elfáradtam eléggé, tehát azért az hatással van, hogy azért kevesebbet van pályán az ember, meg azért nyilván 37 éves vagyok, tehát azért ez az 50-60 perc azért ez elég. Köszönöm. A Kisvárdának továbbra is az új Hidegkuti Nándor stadion a kedvenc idegenbeli helyszíne. Gratulálunk a győzelemhez, hogy látta a mérkőzést. Köszönjük szépen. Én is mondtam a játékosoknak, hogy ide kéne költözni hazai pályára, mert itt nyerjük a mérkőzéseket, vagy pontokat szerzünk általában. Én azt gondolom, hogy amit elterveztünk a mérkőzés előtt, azt meg tudtuk valósítani. Fegyelmezettek voltunk, rengeteget dolgoztunk a védekező résznél, és a kontrából nagyon jól jöttünk ki az első fél időben, de a másodikban is egy jó párszor. Még lehetett volna egy-két olyan szituációt kialakítani, amivel gólokat lehetett volna rúgni. Jelenleg a negyedik helyen áll a Kisvárda. Megcélozzák? Mennyire reális az megcélozni a nemzetközi porondot? Vagy inkább azt mondják Kisvárdán, hogy végezünk előkelőbb helyen, mint tavaly vagy tavaly előtt, a 9. és a 8. helyről van szó a bajnokságban. Hát ugye ami a célunk volt a bajnokság kezdetén, hogy minél előbb szerezzük meg a bentmaradáshoz szükséges pontokat, ezt elértük, a héten ez már matematikailag is megvolt a tegnapi forduló után. A következő lépés meg az, hogy az utolsó 4 mérkőzésből próbáljunk minél több pontot szerezni, és meglátjuk, hogy a végén hová tudunk ezzel eljutni. Természetesen, hogyha még tudunk pontokat szerezni a mostani mellé, akkor az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a tavalyi szereplésnél azért ez az idei ez már jobb lesz. És egy újabb meccs kapott gól nélkül lehet dicsérni a csapat védekezését? Igen, mint ahogy az elején is ugye beszélgettünk már erről, hogy minden csapat életében voltak mélypontok, és nekünk is volt a bajnokság elején egy olyan mélypontunk, amikor jöttek az új játékosok, nem tudtunk velük edzeni, nem voltak fizikálisan rendben, és ez a 3 hét a bajnoki szünetben ez most nagyon jót tett nekünk, mert be tudtuk pótolni azokat a fizikai hiányosságokat, amik kellettek, és ez látszott a mai mérkőzésen is, hogy fizikálisan rendben voltunk, függetlenül attól, hogy szerda-szombattal játszottuk a mérkőzéseket, és nem tudtunk nagyon változtatni a csapaton. És én azt gondolom, hogy a védekezésünk is most már kezd úgy összeállni, hogy mi szeretnénk ezt látni. Az ősz folyamán is nagyon sok olyan mérkőzés volt, amikor nem kaptunk gólt. Záró kérdés, hogy van a sérülése?
Köszönöm szépen, rendben van. Remélem, hogy a térdem egyre jobb lesz most már. Bőven adottak lehetőségek az MTK előtt, főleg az első fél időben, viszont sok volt a pontatlanság is a meccsen? Sok volt a hiba? No, we know if you see the goal difference from Kishwara, for example, you know they don't concede a lot of goals and they don't make a lot of goals. They are good in set pieces, we know it before, but exactly this happened. And before we know also they were staying deep and we have to play football. That's the reason why Kanta Yoshi, for example, was in the first 11, brilliant football player. And we start to try to make chances and then after the goal from Kishwara it's much more different to come back because then they're sitting more deeper and waiting for counter-attack. Látható a Kisvárda gól különbségéből is, hogy nagyon kompakt csapat, nagyon jól védekeznek, kevés gólt is szeretnek, de kevés gólt is kapnak. Tudtuk, hogy nagyon-nagyon veszélyesek pontrugásokból, mégis egy pontrugásból kaptuk a gólt, és arra is számítottunk, hogy inkább a védekezésre helyezik majd a hangsúlyt. Ezért is volt a kezdőben például Kanta Józsi, aki jó passzaival segíthetett volna feltörni, illetve próbált segíteni feltörni ezt a védelmet. A megszerzett gól után még hátrébb állt a Kisvárda, és utána már nem nagyon tudtunk igazi zicsereket kidolgozni. Mivel mostanában nincs túl jó passzban az MTK, csalódott a vezetőedző, illetve miben kell javulni a következő mérkőzésre? Mindenképpen. No, we are of course we are disappointed because that we don't win matches, but this is the now situation. Again, before the season, don't forget the target was to stay inside and see the other team who come up with us in Enbeketu, they have 12 points less. So in this case, of course, we want to go up and higher and higher and collect points, but what we did with this young team and what we did till 3 or 4 weeks ago is massive and brilliant. Of course, we know we are tired, we are not so aggressive and not hunting like in the first matches, but be honest, for this match, everybody is disappointed. If you see the whole season, we are very proud of that, what we did. Természetesen nagyon-nagyon csalódottak vagyunk, és csalódottak vagyunk amiatt is, hogy ez a meccs nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Viszont, hogyha a szezon egészét nézzük, akkor azt látjuk, hogy feljutó csapatként ott voltunk végig az 5.-4. hely környékén. Nyilván mindig szeretnénk előrelépni, mindig szeretnénk több meccset nyerni, szeretnénk feljebb kerülni a tabellán, de látható a csapaton egy kicsit, hogy már fáradtak vagyunk, talán nem úgy támadunk le, mint ahogy a szezon elején tettük, de például, hogyha megnézzük a másik feljutót, a Budafokot, akkor ők 12 ponttal hátrébb vannak, mint mi. Tehát, hogyha a szezon egészét nézzük, akkor elmondhatjuk azt is, hogy büszkék lehetünk arra, amit ez a fiatal csapat eddig alkotott, de ezzel együtt nyilván nagyon csalódottak vagyunk, hogy most nem sikerült 3 pontot szereznünk.